Nincsenek orvosok, nincsen megfelelő szakellátás, nincsen biztosítva a megfelelő eszköz, akkor ennek a levét a magyar emberek mi fogjuk meginni, és mi leszünk azok, akik elszenvedjük azt, amit az elmúlt 3 év alatt Orbán Viktor az egészségüggyel tett. 300 milliárdot vont ki az egészségügyből. Zűrzavart és teljes káoszt okozott. Mind az egészségügyben dolgozók számára, mind pedig a betegek számára áldatlan állapotok alakultak ki. A jelentős pénzelvonás a teljes betegellátást veszélyezteti. Azt, hogy meg tudnak-e gyógyítani, vagy nem. Mit okozott az Orbán rendszer mértéktelen forrás kivonása? Elvándorlást, orvoshiányt, várólistákat, és végül is fizetős egészségügyet. Hiszen a legfrissebb adatok is alátámasztják azt, hogy folyamatosan magas a hazánkból az orvosok elvándorlása. Emiatt a magyar egészségügyi rendszer súlyos szakember hiánnyal küszködik. A házi orvosi kar elöregedett, a nyugdíjba vonulók utánpótlására pedig alig van remény. Elküldik az idősebb orvosokat nyugdíjba, de nincsen biztosítva az utánpótlás. Kérdem én, ki fog akkor gyógyítani? Mindenki tapasztalhatja, hogy a vizsgálatok és a műtétek várólistái is egyre hosszabbak. Hónapokat, akár éveket is kell várni egy-egy beavatkozásra. Ha valaki nem tudja megfizetni az paraszolvenciát, a szélsőséges esetben az életével fizethet az Orbán rendszer felépített egészségügyének. Nemhogy segítene, hanem azok az emberek, akik szegényebbek, azokat pontosan az útszélén hagyja. Átvitt értelemben az útszélén hagyja meghalni. Ezzel tette Orbán Viktor fizetőssé az egészségügyet. Hiába kampányolt a tandíj és a vízidíj ellen, a felsőoktatásért és az egészségügyért is ma fizetni kell Magyarországon. Másképp. Valóban másképp. Így tartja be az ígéreteit Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, és így hihetünk neki a jövőben is. Amit ígér, annak igencsak mögé kell nézni, hiszen vagy osztani kell kettővel azt, amit mond, vagy egy teljesen perverz útra kell gondolni, és akkor fogjuk látni Orbán Viktor ígéreteinek jövőbeli útját. És nem elég, hogy fizetni kell, ha az ember időben elfogadható színvonalú szolgáltatást szeretne, újabb elvonások vannak kilátásba helyezve, ezzel újabb színvonalcsökkenés várható. Sajnos ott tartunk, hogy az Orbán kormány társadalom szipolyozó folyamatos pénzügyi elvonása miatt nem csak szegényebbek, hanem betegebbek is leszünk. Én szeretném átadni a szót szakpolitikusunknak, egészségügyi szakpolitikusunknak, Kökény Mihálynak. Jó reggelt kívánok! Szóval Orbán elvonó kúrája folytatódik, mert a Varga csomag megszorításának nyomán most már igen valószínű, sőt biztos, hogy újabb 6 milliárd forintot biztosan kisöpörnek a szakellátási kasszából. Az egészségügytől, pontosabban a kórházaktól veszik el a hosszú nevű erőforrás tárcára jutó elvonás egyharmadát. Nos, hozzáteszem, hogy 2013 első negyedévében a gyógyszer kiadások jóval meghaladták a nagyon mélyre nyomott mértéket, ez egyáltalán nem meglepő. A kórházak működtetésére szánt pénzből viszont megtakarítottak, tessék megnézni az OEP statisztikáját, ócska trükkökkel korlátozzák a kifizetéseket, nyilván azért, hogy jusson a gyógyszerkassa túllépésére. Nemrég bejelentettek egy kismértékű béremelést,
és miközben minden béremelést támogat a Magyar Szocialista Párt, azért ehhez hozzá kell tenni, hogy igazságtalan és bizonytalan a fedezete. Mert aki kap, az sem örülhet felhőtlenül, mert bérének nem az a része nő, amiért keményen megdolgozik. És tudjuk, hogy az ügyeleti és műszakpótlékok emelik éppen elfogadható szintre egy fiatal orvos, egy ápoló fizetését, amennyiben elégendő túlórát vagy ügyeletet vállal. Ezért az emelés ebben az értelemben Orbán Viktor újabb átverése a dolgozóknak csak egy csepp a tengerben. Mert nem lehet elvárni, hogy kórházi orvosok 2 évvel ezelőtti díjakon ügyeljenek, mert hiszen befagyasztották az ügyeleti díjakat tavaly is, és idén is. És szinte már nincs is olyan kórház, ahol ki tudnak állítani egy teljes ügyeleti csapatot. Májusban éppen Kazincbarcikán szűnt meg a sebészeti és traumatológiai ügyelet, csak hétköznapokon 8 órában van ellátás. Hiszen aki teheti, az a fiatal elmegy, külföldön keresi a boldogulását. Már most 2-3 ezer orvos és 4 ezer nővér hiányzik a magyar egészségügyből. És kérdezem én, mi lesz azzal a 2/3-addal? A 62 év felett dolgozó 2/3-ával, körülbelül 4 ezer egészségügyi dolgozóval, akik nem kértek felmentést a kötelező nyugdíjazás alól, akik nem írogattak megalázó kérvényeket, mert hogy júliustól ők is hiányozni fognak. Csak erről nem beszélnek, csak arról beszélnek, hogy akik kuncsorogtak, akik kérvényt írtak, azok engedélyt kaptak. De hát mások is hiányoznak, és hiányozni fognak. A béremelésből ráadásul kimaradtak a kórházak műszaki és gazdasági dolgozói, de a fővesztesek az alapellátásban dolgozók. A miniszterelnök sértő kifejezésével legatyásodott házi orvosok és védőnők. Tudjuk, hogy a tavaly még a gazdasági tárca által megálmodott 50 milliárdos fedezet helyett ma már csak 29 milliárdra apadt a fedezet, ebből kellene az alapellátásban dolgozókat is kifizetni, de hát ez elég reménytelennek tűnik. És ha a miniszterelnök ezt az ígéretét is úgy tartja be, mint a többit, akkor a házi orvosok bottal üthetik a béremelést. És még valami. Az egészségügy fejlesztésének egyetlen lehetősége az uniós pénzek felhasználása is lelassult. A 7 éves uniós költségvetési szakasz utolsó évében az előző szocialista kormány által kiharcolt fejlesztési pénzek 70%-át még nem használták fel. 70%-át még nem használták fel. De hát az is látszik már, hogyha Orbán Viktor kormányon marad, még kevesebb lesz az ágazatban a fejlesztési pénz, mert 2014 és 20 között az egészségügyre jutó uniós források nagyságát radikálisan csökkentenék. Tehát Magyarországnak járó eleve kisebb tortából Orbán az eddiginél is jóval kisebb szeletet ad az egészségügynek. Morzsákat szór oda, ahol emeletes tortára lenne szükség. Az előző 2007-13 közötti pénz negyedével lehet számolni körülbelül kormányzati kommunikációs hírek szerint. És eközben uniós milliárdokat lapátolnak ki egészségügyi turizmusra ismeretlen 3 milliós törzstőkéjű kisvállalkozásoknak. Igen, jól hallották. Ismeretlen 3 milliós törzstőkéjű kisvállalkozásoknak. Újabb mutyi a láthatáron? Lehet. Szóval jól látszik az, hogy Orbán Viktor és a Fidesz kormány elvonókúrával kezeli az amúgy is haldokló egészségügyet, és csak remélni tudjuk, hogy nem a lélegeztetőgép kikapcsolására készül. Magyar Szocialista Pártnak elkészült az egészségügyi programja, olvasható ez a párt honlapján, és ebből kiderül, hogy hogyan akarjuk megszüntetni az egészségügyi rendszer rombolását, és hogyan akarunk építeni egy igazságosabb és biztonságosabb egészségügyet. Köszönöm szépen!